Lehet, hogy soha senki nem hazudott még ilyen kéményeket, mint Dobrev. Szó szerint ezt írt a Szanyi Tibor Gyurcsány Ferenc feleségének az európai minimálbérről szóló kijelentéseiről. Dobrev Klára múlt héten a közösségi oldalán állította azt, hogy a demokratikus koalíciónak köszönhetően a tagállamoknak kötelezően foglalkozniuk kell az egységes minimálbérről szóló javaslattal. Csak hogy azóta több uniós vezető is cáfolta, hogy lenne ilyen terv. Szanyi Tibor most úgy fogalmazott, hogy Dobrev Klára hazudik reggel, délben is este. Dobrev Klára az új Gyurcsány Ferenc. Ezzel a címmel írt cikket Szanyi Tibor vasárnap a Munkások újsága nevű portálon. A volt LP képviselő szerint Dobrev Klára hazudott az európai minimálbérről szóló uniós tervezetről. Lesz európai minimálbér. Gyurcsány Ferenc felesége múlt héten saját közösségi oldalán híreztelte, hogy készül az európai minimálbérről szóló uniós jogszabály. Dobrev Klára az online sajtótájékoztatón azt állította, hogy az iránymutatásokat ő és a demokratikus koalíció dolgozta ki. A képviselők több mint két harmada megszavazta a jelentésemet, vagyis az ajánlásokból hamarosan minden tagország számára kötelező Jogszabályok születhetnek. Csak hogy egységes európai minimálbérről szó sincs, ezt néhány napja a foglalkoztatásért felelős uniós biztos jelentette ki Brüsszelben. Nikolás Schmidt az erről szóló uniós irányelv bemutatásakor leszögezte, egy teljesen egységes minimálbért felelőtlenség lenne elvárni az országoktól, mivel ez az eltérő fejlettségi szintek miatt tönkretenni a tagállamok gazdaságát. Mi annyit akarunk, hogy a bérek jobban igazodjanak, csökkenjenek a különbségek, teremtsünk pozitív dinamikát. Erről szól ez az irányelv, és nem egy egységes minimálbér meghatározásáról egész Európában. Emelte ki az uniós biztos. Dobrev Klára ennek ellenére még szombaton is azt terjesztette közösségi oldalán, hogy ahogy fogalmazott, mérföldkül, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az európai minimálbér bevezetéséhez szükséges javaslatot. Dobrev Klára reggel, délben és este hazudozva úgy értelmezi ezt a konzervatív javaslatot, hogy a DK még inkább ő maga egy szemében elintézte az összes európai melósnak az egységes európai minimálbérkána ányját. Ezt írta a saját cikkét idézve Szanyi Tibor a közösségi oldalon. A politikus úgy fogalmaz, Dobrev Klára olyan jól hangzó dolgokat mond, amik egyébként hülyeségek, pontosabban hazugságok. Mint írta, idézem, Ebben a témában tényleg lehet, hogy soha senki nem hazudott még ilyen keményeket, mint Dobrev. Közben Dobrev Klára kijelentéseit a nagyobbik kormánypárt is politikai Blöffnek nevezte. Kúsa Ádám EP képviselő az m arra is emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság minimál béremelésről szóló javaslatcsomagja megerősíti a magyar kormánypolitikáját. Magyarországon ugyanis 2013 óta folyamatosan nő a minimálbér, amely így 2010-hez képest 87.500 forinttal összesen 161.000 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 210.600 forint.